Sziasztok srácok, itt ismét Démien. Jöjjön egy különleges kártyabontás, azért különleges, mert ez nem egy olyan kártya, amit megszokhattatok már. Inkább egy termék bemutatónak szánom ezt a dolgot, ugyanis nagyon sok kérdés, és számomra meglepő, de nagyon sok kérdés jött a Bicycle gef kapcsolatban, ami kapható ugye a bűvészbolt.hu oldalán, és arra gondoltam, hogy hát akkor miért húzzam itt az időt, meg miért nehezítse meg a saját dolgomat, inkább megmutatom, hogy mi van ebben a csomagban, és akkor így ez alapján el tudjátok dönteni, hogy kell le vagy, nem vagy, hogy milyen jó, nem, stb. stb. Na, a gef ö, csomagnak a lényege igazából az, hogy egy normál csomag bicycle kártyához hozzá lehet adni ö, plusz extra trükkös lapokat. Na, de milyen lapokból áll a gef csomag? Ezt most fogjuk megnézni. Fel is bontom itt nektek itt a Csomagot, mert ugye hát nekem is van egy, tehát logikusan én is ezeket elszoktam, hogyha olyan, akkor elrakom magamnak, mert hát ezek a kártyák ugye azért ö, elég speciálisak ahhoz, hogy magamnak is tartsak egyet, és akkor láthatjátok, ö, itt van Gev Deck, tehát ez egy ö, trükkös csomag, a dobozról nem is sejtenék több szót, egy normál bicycle csomag, igazából abból a szempontból nem normál, hogy ennek még a régi fajta hátoldala van ez nagyon jó pofa. Na, de nézzük, hogy milyen lapokból áll a GEF csomag. Egyébként normál bicycle minőség, itt most nem fogok kevergelni, kavargálni, mert nem ez a lényeg. Na, mutatom inkább, hogy milyen lapokból áll ez a csomag. Láthatjátok, van itt feles kártya. Akkor, na, ez egy ilyen Hát ilyen, tudjátok, ilyen elmosódott, ilyen blőrös kártya, olyan, mint, hogy, uh, 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 mint hogyha ezzel is trükköt lehet csinálni, egy normál körötöst így megrázzátok, és akkor ilyen lesz. Na most uh, itt ennek még egyelőre nem látjátok, hogy mi a lényege, de a lényege az, hogy uh, ez egy sorozat. Tehát nézzétek, látjátok, ez már halványabb, ez még halványabb ez meg már szinte el is tűnt. Tehát ez egy ilyen pik dáma megjelentetés, hogy az üresből elindulunk így a halvány felé, és akkor egyre erősebb és erősebb a színe, ez ezt tudja. Egyébként megmutatom így a hátoldalaikat is, hogy piros, meg azért is, mert nem lehet tudni, mert vannak dupla oldalas lapok is. Van csókos, pikhatosunk, van itt egy olyan pikhatosunk, ami Ilyen elmosódott a hatos, de itt meg négyes. Látjátok? Tehát egy kör hatos van elmosódva, itt pedig egy négyes. Érdekes. Van itt három és feles lapunk. Ez is jó. Ez például ilyen, tegyük fel, azt mondjátok, hogy most elfeleztek egy pik hetest, és akkor leveszitek a felét, és akkor hát annak mi lehet a fele? Hát három és fél, azt hogy jelenítsük meg lapon, hát így. Ez is ilyen érdekes. Akkor van itt káró 14-es, ez is ilyen összeadásos trükkhöz, tudjátok, hogy így meg lehet csinálni azt, hogy mit tudom én, egy káró 10-est, meg egy káró 4-est, hogy hát adjuk össze, és akkor egy lappá változnak. Akkor van itt ilyen égetett, tehát mint hogyha meg lenne égve. Akkor van itt ilyen, pff, ilyen elmosódott, mint hogyha a festék az érdekes. Akkor ez a 9-es, ezt tudjátok így, amikor fogjátok a tref 9 és hogy megütögetik, megütitek így az asztalon, és akkor mintha a jelek így összeborultak volna. Akkor összetört szívű ász. Ez tipikusan az a trükk, amikor tudjátok, ez a, van ez a game kapocsal, hogy akkor megmutatom így a dámát, és akkor na, szúrt bele a az, izét, a game kapcsot, hogy melyik lehet a dáma, és akkor sose fogják eltalálni. Tehát pont ide kéne rakni a game kapcsot, de nem tudják soha eltalálni, ez is egy ilyen jó pofa de másra is lehet használni, ez így egybe van, ilyen kicsi lapok, mondjuk kicsi varázsoltok nagyokat, vagy akármi. Akkor vannak ez a Skinner fél, tudjátok, a, itt a piros hol a pirosnak, van a két trükkös lapja, ugye a harmadik az normál bicycle-ből ki tudjátok szedni, ez is nagyon jó. Akkor vannak a feles királyok, tehát treff kör, káro, pik, tehát hogy egyik fele ez, egyik fele az, ez is nagyon jó, és ez ráadásul nézzétek, dupla oldalas, tehát ezzel is lehet extra trükköket csinálni. Dupla oldalas, akkor van itt egy olyan körhármasunk, amiben van egy ilyen hetes jóslat, elrejtve. Akkor van egy kilencesünk, amilyen tiszta paca, ez is jó pofa. Akkor van egy ilyen, ilyen elcsavart pik tízesünk. Akkor itt ugyanúgy itt van egy dámánk, de ez ilyen ugyanúgy a négy. Csak ezt tudjátok üres lapokhoz hozzá lehet adni és akkor melyik van megfordulva. Vannak ezek a trükkök. Tehát ezt is meg lehet csinálni. Akkor van itt egy fél dollárosos fél dollárosos vagy két eurós. Ezzel pénzt lehet megjelentetni. Üres lappal összekombináljátok, és akkor mit tudom, mi kihullik belőle a két euró vagy a, a, a dollár. Van itt ilyen Lukas lap, úgy néz ki, mintha Lukas lenne. Ezzel is lehet jobb a trükköket. Például a, a pénz, amikor eltűnik, így puffi ki puff, izétek, és akkor tudjátok, ki a lap. Akkor van itt egy olyan bubink, amin van egy QR kód. Ezt leolvashatjátok, ez valami gondolom jóslatoz, hogy valamihez van. Ezt még én sem próbáltam ki, hogy mit tud ez a QR kód, de leolvashatjátok, hogyha azt szeretnétek. Akkor van itt egy elszakított dámánk, trev dámánk egy nyolcassal, dupla szív, ásszal meg lehet csinálni, vagy pedig ez ilyen szerelmes, tudjátok, ilyen szerelmes trükknek, hogy a két szív találkozik. Akkor van itt egy olyan király, aminek az indexe az itt le lehet húzva, akkor van itt egy olyan, tudjátok, ez is nagyon jó pofa, mondjuk kihúztak egy négyes, de mondjuk a, a néző az ö, kör hatost húzott, és akkor egy gyertya, mondjuk elfújjátok a gyertyát, füstöl a gyertya, fölé tartjátok a kártyát, és akkor ó, nézd, megjelent a jóslat, ez is barom jó. Ha véletlenül a káró tízes helyett mondjuk a káró es volt a választott lap, például ezt is meg lehet csinálni, akkor van itt egy olyan király, ami eltűnt a helyéről, sőt, igazából mindegyik király eltűnt a helyéről, van egy ilyen hármas pak, mind a három eltűnt a helyéről, és megjelentek egy helyen. Tehát van egy ilyen is, ez is nagyon jó pofa, tehát mindegyik eltűnt, és megjelent egy helyen, van egy négyes, ami behúzódott oldalra, ez ilyen, tudjátok, a normál pik négyeshez hozzáadjátok, és akkor egy helyre, tehát az a trükk, hogy egy helyre húzzátok az indexeket, és akkor ez a vége. Akkor van egy olyan, amin van egy ilyen nagy új lenyomat, ez is jó pofa, lapmegjelölés. Ezeknek egyébként nem volt semmi hátoldalán, csak így mutatom, hogy lássátok. Van itt egy tref 4-es, ami igazából ötös tehát plusz szimbólum, ott van, és van egy 5 amiről meg hiányzik egy, tehát ez meg egy ilyen teleport. Ez egy teleport. Akkor van itt egy QR kódos dolog, ezt is Hát, le lehet olvasni, nem tudom, mi van rajta. Van itt egy félig eltűnő király, ez is nagyon jó, ha nézzétek, ott rajzosan, tehát nem látjátok, de na talán így látjátok. Látjátok, ott elkezdődött a rajzolás. És akkor úgy tűnt el, van itt egy, meg dáma is, ilyen, hát ilyen fele, ilyen fele olyan, fele, ilyen fele olyan. Van itt egy fele, ilyen fele olyan király, látjátok? Treff meg Káró. akkor van itt egy olyan lap, ami, ez egy klasszikus trükk, tudjátok, állsz, és akkor a választott lap kibukik, belőle, tehát kijön belőle, van üres lap, mind a két oldala üres, van egy olyan hármas, aminek a másik oldala hetes, van dupla piros, van dupla kék, van piros kék, illetve van egy olyan, ahol minden lap rajta van, ez is ilyen vicces jóslatnak lehet használni, és van egy kör hármas a hátoldalán, illetve van egy olyan kártya, amin a QR kód jelöli további trükköknek ilyen videó, ilyen oktató videó. Na, hát srácok, ez a GEF kártya, gondoltam így gyorsan megmutatom nektek, tényleg septiben, még gyorsan, még egyszer így átlapozhatjuk, de a lényeg az, hogy nagyon-nagyon sok trükköt, tehát 55 darab ö, GEF lap van ebben a csomagban mindegyik bicycle minőség bicycle nyomat, nem ilyen után gyártott tehát egy effektív a bicycle gyárban készült tehát teljes értékű bicycle lap és, és hát a lehetőségek száma végtelen saját trükköket kitalálni vele, stb. stb. tehát egy fantasztikus csomag, és ráadásul még plusz jó dolog, hogy egy régi típusú bicycle dobozban érkezik tehát e, még ezt is lehet trükkre használni, aki ismeri ezt a trükköt. Na srácok, ez volt a Super Gap Deck, e, amit megtaláltok a bűvészbolt.hu oldalon, e, még van belőle, de ebből tudok hozni, még ha esetleg elfogyna. E, minden esetre csapjatok le rá, és nagyon köszönöm a figyelmet, innen fogjuk folytatni, jönnek a további kártyák, van még mit bontanunk. Remélem akkor is velem tartotok majd. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, ne felejtsetek el feliratkozni semmi, és találkozunk a következő videóban. Addig is legyetek jók, szevasztok!